Az alkotó tősgyökeres büszke kiskanizsai a városrészen belül 9 utcában is élt. Szomszédasszonyom volt, csak hát elköltözött már egy 10 éve onnan körülbelül, de nagyon jó ismerem a festményeit. Tehát régóta járunk a tárlataira, nagyon szépek a képek, most is, ahogy itten körülnéztünk, nekem 4-5 tájkép is nagyon tetszik, nagyon szépek. Kolonicsné Kovács Erzsébet kiállítására mind a 9 kiskanizsai utcából, sőt, még az óceánon túlról is érkeztek ismerősök. Egyesült Államokban élünk férjemmel már 24 éve, több mint 24 éve, és a Erzsi néni, Kolonics né, a lánya nagyon jó gyermekkori barátunk, úgyhogy akárhányszor jövünk Kanizsára, mindig találkozunk vele, és ő említette a kiállítást, úgyhogy azért vagyunk itt a megnyitón. Tárogató játszott magyar népdalokkal kezdődött a megnyitó, amelyen Kovácsné Mikola Mária méltatta a kiállítás anyagát. Az idősebb kiskanizsaiak Kolonicsné Kovács Erzsébetről talán azt is tudják, hogy ő annak a Csikós Jancsinak a leánya, aki köztiszteletnek örvendő, megbecsült cipész és csizmadia mester volt egykor a kiskanizsai települése. Ügyeskező alkotóember, aki gyermekére örökül hagyta a kreativitást, a remek esztétikai érzéket és a művészet korlátlan szeretetét. Az alkotó a galériában látható olajfestményeit 55 évvel ezelőtt elhunyt édesapja emlékének ajánlotta. Kolonicsné Kovács Erzsébetnek a munka és a család mellett sokáig nem volt alkalma festeni, 17 éve hódol újra szenvedélyének. Mostani kiállítására tájképeket és csendéleteket hozott. Most újabban olyan csendéletekkel foglalkozok, tehát ami nem hagyományos edénybe virág, hanem van olyan is, hogy külön nagyított árváska. Kolonicsné Kovács Erzsébet alkotói hitvallása, hogy nem minden a tehetségen múlik, ugyanolyan fontos az élettapasztalat, a szorgalmas gyakorlás és a művészi alázat. Fák, virágok, állatok című kiállítását március 20-áig lehet megnézni.